Egy magát objektívnek és liberálisnak tartó sajtóorgánum, aki körbejárja a témát és oknyomozó cikket ír, érdekes mód 2 hónap alatt nem érkezik egyeztetni Kárpátalja a legnagyobb magyar felsőoktatási intézményével. A cikket, amit elolvastam, az augusztus 20-án kezdődik, hogy az újságíró akkor már Ungváron járt, és említi benne azt is, hogy Beregszázban is járt, de hozzánk megkeresés nem érkezett egészen múlt héten hétfőig. Hétfőn kaptam egy telefon, vagy kedden, ha jól emlékszem, egy telefonhívást, amit felvettem, magyarországi szám volt, és azt mondta, hogy most azonnal válaszoljak néhány kérdésre, mondtam, hogy éppen kocsiban ülök, és írja le a kérdéseket, úgyhogy este 8-kor meg is kaptam a kérdéseket, vagy 6-kor, lényegtelen. 7 kérdés volt, körkörös és elég tendenciózus. Ezekre válaszoltam, és elküldtem neki szerdán este. Csütörtökön olvasom az újságban, hogy megjelent a cikk, amiből a mi véleményeink kimaradtak. Azt írta a végére, hogy kereste Orosz Ildikó elnökasszonyt és a főiskolát, és mi nem adtuk meg a választ az ő feltett kérdéseire. Ezért József Attilával írva szétküldtem a válaszainkat minden sajtóorgánumnak, hogy tegyék közzé, hisz ha nem mondhatom el senkinek, elmondom mindenkinek alapon. Bár előtte a korrektség szempontjából a szerkesztőséghez fordultam, amiben leírtam, hogy az interneten megjelent, és miután elektronikus levelezésben voltunk, ezért a levelezésből kiderül, mikor küldte ő a kérdéseket, mikor válaszoltam én, és mikor jelent meg a honlapon a cikk. Amennyiben valóban komolyan gondolták, hogy kíváncsiak a véleményünkre, akkor egy internet világában volt idő, hogy feltegyék, sőt arra is lett volna idő, ha hosszúnak találta volna a cikket, hogy egyeztet velem, hogy mi maradjon benne, vagy mit vegyünk ki a cikkből. Azt a választ kaptam, hogy a szerkesztői nyomás miatt erre most már nincs alkalmuk, de a legközelebb majd tájékozódnak ebben a kérdésben, és végül is egy csomó minden számára is világosabb lett. Én ezt sértőnek tartom egyrészt, másrészt meg félrevezeti az olvasókat, és a kárpátaljai helyzetről félre tájékoztatja a magyarországi olvasó bázisát, ami nem egészséges hosszú távon. Így juttattuk el minden egyes sajtóorgánumhoz, vagy internetes honlaphoz a főiskola véleményét a feltett kérdésekkel kapcsolatban. A magyar közösséget szeretnénk tájékoztatni erről, így a kárpátaljaiakon kívül a magyarországihoz is eljuttattuk, függetlenül attól, hogy az illető éppen liberális, jobboldali, vagy milyen beállítottságú.